A Lehel sportcsarnokba érkezőket a bejáratnál Pernyész Tünde és Karádi Anita fotói, égő gyertyák és virágok fogadták. E nemes gesztussal emlékeztek a berényi játékosok csapattársaikra, akik az elmúlt hetekben hunytak el váratlanul. Nehéz helyzet ez nekünk lelkileg, de ahogy a beharangozóban is említettem, a lányok azt mondták, hogy mindenképp pályára lépnek, mert hogy kettővel többen lesznek a pályán, és valóban kettővel többen voltunk, mert majdnem sikerült egy óriási meglepetést okoznunk. A meglepetés a nyitó meccsen, azaz a Jászberény Martfő összecsapáson volt készülődőben. Remekül 4-1-es vezetéssel kezdte a mérkőzést a 6. helyezett jászberényi csapat a lista vezető ellen. Sőt, még a félidőben is a berényiek vezettek egy góllal. A 2. félidőben is izgalmasan alakult a mérkőzés, ahol végig fej-fej mellett haladt a két alakulat. A végjátékban aztán a rutinosabb kunságiak jobban összpontosítottak, és ha egyetlen egy góllal is, de megnyerték a rangadót. Nagyon nehéz mérkőzés volt. Sokat erősödtünk, azt gondolom, télen. Egyrészt lelkileg nagyon összeállt ez a csapat, és nagyon csapatként működünk, más szempontból pedig nagyon erős igazolásaink is lettek a téli szezonban, tehát vagy a téli alapozó időszakban, úgyhogy egyértelműen az volt a célunk, hogy meglepetést okozzunk, hogy nyerjünk, 4-gyel is vezettünk a meccs során, de a végén egyetlen egy góllal kaptunk ki. Ez az eredmény annál is inkább figyelemre méltó, mert a Martfő immár 3 éve első a megyei bajnokságban. Házigazda révén az áró találkozót is a berényi hölgyek játszották, az előttük álló Berekfürdő együttesével. Ez a mérkőzés is szoros volt, de ami lényeges, 16-14 arányú jászberényi győzelem született. Ezzel meg is előzték ellenfelüket, és az 5. helyen várják a bajnokság folytatását. Március 25-én, tehát pontosan 4 hét múlva újra itt leszünk ebben a csarnokban, ugyanúgy 9 mérkőzést láthatnak a nézők, és ugyanúgy ingyenes lesz a belépő, és ugyanúgy jászfényszarú Jászalsó Szent György is jelen lesz. Tehát aki esetleg most nem tudott kijönni, őket nagyon szeretettel várjuk egy hónap múlva.